Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, Húsvét 8. második napján örvendezéssel jöttünk a Szentmisére, hogy ünnepeljük Urunk föltámadását. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelsük az Úr szent titkait. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az Istenet, és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Oh.
Könyörögjünk. Istenünk, te mindig új nemzedékkel gyarapítod egyházadat, add híveidnek, hogy életükkel valóra váltsák, amit hittel vállaltak a keresztség szentségében, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pünkösd napján Péter a 11 kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt. Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe, figyeljetek és hallgassátok meg szavaimat. Izraelita férfiak, fontoljátok meg a dolgokat. A názáreti Jézust Isten igazolt előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti, az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítettétek, majd megöltétek. Isten azonban feloldotta halál bérincseit, és feltámasztotta őt. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hiszen Dávid így jövendőlt róla. Szemem előtt az Úr mindenkoron, ő áll jobbomon, meg nem izoghatok. Örvend a szívem, és ajkam énekel, és testem is békében nyugszik el. Lelkemet a holtak onába nem hagyod, hogy szented romlást lásson nem akarod. Az élet útján mutatod meg nekem, színed előtt örülni gyönyörűségen. Férfiak, testvéreim, hadd mondjam el nektek őszintén ősatyátokról, Dávidról, hogy miután meghalt és eltemették, sírja mind a mai napig itt van közöttünk. De proféta volt és tudta, hogy az Isten esküvel megerősítette ígéretettet, utódai közül ültet majd valaki trónjára. Ezért a jövőbe látva, Krisztus feltámadására utalva azt mondta, hogy nem marad az alvilágban, és testét nem éri romlás. Jézus feltámadt halálból, és ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. Ez az Isten igéje.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futattak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. S íme egyszerre Jézus jött velük szemben, és megszólította őket. Üdv nektek! Ők pedig oda siettek hozzá, leborultak előtt és átkarolták a lábát. Akkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszont láthatnak engem. Még úton voltak, amikor néhány őr bement a városba és jelentette a főpapoknak a történteket. Ezek a vénekkel együtt tanácsot tartottak, úgy határoztak, hogy sok pénzt adnak a katonáknak, és meghagyták nekik. Mondjátok azt, hogy ének idején, amíg aludtunk, odajöttek a tanítványai, és ellopták a holttestet. Ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket. Azok elfogadták a pénzt, s úgy tettek, ahogy meghagyták nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók között. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Az evangéliumok leírják azt az örömet, amit átéltek azok a tanítványok, akik hittek Jézusban, és akik ebben a hitben a föltámadt Krisztussal találkozni tudtak. Ezek között az elsők, az asszonyok, akik a sírhoz azért mentek, hogy Jézus holttestét tisztelettel vegyék körül, szeretettel gondozzák. És akik a holttesthez mentek, a föltámadásnak a hírét hallották. Ezzel a hírrel indultak el, majd találkoztak a föltámadt Krisztussal. Érdekes az, ahogyan Krisztust körülveszik, és amilyen rajongással és szeretettel karolják át a lábát, borulnak le előtte. Az ő szívük számára ez a legmagától értetődőbb dolog. Ők már a föltámadt Krisztusnak a testét vehetik a kezükbe, érezhetik a karjaikban. A föltámadt Krisztus, aki már nem ugyanaz, mint aki előtte élt, ott volt velük, a föltámadásnak, az örökkévalóságnak a nagyszerűségét hordozza, bár földi testben van, valamiképpen átmenetez a kettő között, de a dicsőség megjelenik ezen a testen, és az asszonyok ezzel az örömmel és lelkesedéssel indulnak azután, hogy hírül vigyék a tanítványoknak Jézus föltámadását. Döbbenetes ezzel szemben az ilyen szempontból közömbös őröknek, vagy közömbös embereknek a gondolkodásmódja, akik nem tudják észrevenni, nem tudják fölismerni a föltámadást. Bár valószínűleg tanulja a jeleknek, amiket az evangéliumok leírnak, a megrendült föld, a természeti erők megrendülésének. Azután pedig még inkább megdöbbentő Jézus ellenségének a magatartása, hozzáállása, akik a hazugságot sem tartják kizárhatónak, akik vállalják a hazugságot is csak azért, hogy a maguk igazát, a maguk állítását azt el tudják terjeszteni. Pénzt adnak a katonáknak azért, hogy mondják, Jézus holttestét a tanítványok lopták el. Amikor látjuk ezeket a Jézus körüli, mondjuk, zavartságot, ugyanakkor viszont a benne hívőknek az örömét és boldogságát, akkor érezzük át, hogy bennünket is meghív erre a találkozásra Jézus. Azt akarja, hogy mi is érezzük, és éljük meg a mostani húsvét ünnepen is azt a tapasztalatot, ahogyan részünk lehet az ő életébe, ahogyan megjelenik a mi mindennapjainkban, ahogyan jelen van itt most az ünnepünkön, és azután a hétköznapokban is. Abban a megdicsőült valóságában,
ahogyan az életét megosztja velünk, és ebben a megdicsült életben akar részesíteni bennünket is. Hordozhatjuk már ennek a reményét, és ez elvezet bennünket ennek a kiteljesedésére. Amen. Testvéreim, örvendetes napunk támadt, megváltunk föltámadásával, kérjük tőle a húsvét öröm kegyelmét. Árazd el az egész egyházat bensőséges lelki örömmel. Segíts, hogy mindenki észrevegye az igazi örömök forrásait, a szépet, a jót, mindazt, amit ajándékul adtál. Add kegyelmedet, hogy példád láttán tudjunk hinni. A jó erősebb a rossznál, és az élet győz a halál felett. Légy velünk, Urunk, hogy a szomorúságot, csüggedést és keserűséget kivessük lelkünkből, mindig örömet és derűt sugározzunk. Add meg a boldogító Istenlátás örömét mindazoknak, akik földi életükben hittek dicsőséges feltámadásodban. Föltámadt és megdicsőlt üdvözítőnk, árazd el szívünket húsvét örömével és békéjével, hogy ezt megoszthassuk másokkal is, ki jössz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd kegyesen néped áldozati adományait, hogy neved megvallásában és a keresztségben újjászületve eljussunk az örök boldogságra, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletekben. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, te különösen ezen a szent ünnepen, időn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány, mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és föltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjon,
a mennyei erők és a hatalmas angyalok, dicsőséget himnuszád zengik, s vég nélkül éneklik. Jóságos Atyánk, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk föl neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész föld kerekségen, szolgáddal Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és hallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, kinek hitét és buzgóságát ismered. Akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánljuk önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, Szent Szűz egyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádi apostolaidról, Linus, Kletus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogonusz, János és Pál, Kozma és Damián vértanúidról, és minden szentekről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Felajánljuk neked azokért is, akik új életre születtek vízből és szent lélekből, elnyerték minden bűnük bocsánatát. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj föl választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy lenne számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, teste és vére. Ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható Atyához. Majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Halálodat védjük, Urunk, és hitnek a
megemlékezünk ezért Istenünk miatt, te szolgáid és a te szent néped, fiadnak Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos bőségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel és fogaddal, amit elfogadtad, igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, melyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk. Szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, Isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, s a béke álmát hozták. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban álljunk hívőnek, add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáid, nekik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget, szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Luciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss be minket szentjeid körében. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységbe, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Megjön az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom néktek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok például, hogy hajlékom vagy ő, hanem csak egy szóval van, és megjúlva az eszállítás. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, árassz el lelkünket a húsvéti szentség kegyelme, hogy mi, akiket az örök üdvösség útján elindítottál, méltók legyünk ajándékaidra, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
az Úr legyen veletek. És a szeretettel. Áldjon meg benneteket a minden ható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Alleluja, alleluja. Istennek legyen hála. Hatalmad alá futunk. Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószolunk. Engeszteld meg nekünk, Szent Fiadat, ajánlj minket, Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértéseiben, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei serege, vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztélek körüljárnak a világban, Isten erejével